Köszöntöm nézőinket, Önök a Völcségi Magazint látják. Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk mai műsorunkban. Ünnep Bonyhádon, Völcségi Advent a kaszinó téren. Mindenki karácsonya, ünnep nagymányokon. Bemutatkozó nap Bonyhádon. Óvodásokkal telt meg a Széchenyi István általános iskola aulája. Mackó világ, kiállítás nagymányokon. Bonyhádon is ünnepelték a karácsony közelettét. Völcségi adventet tartottak a kaszinó téren. Kirakodó vásár, forralt bor, tea és színes programok várták az odalátogatókat. Meglepetésként kivilágított motorosok vonultak fel a téren a Mikulás kíséretében. Sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek. Forgatagba több kézműves kínálta a portékáit, és a kirakodó vásárban finom ételekkel, italokkal várták a vendégeket. A téren a változatos műsorok nyújtottak szórakozást, a művelődési házban kézműves és ringató foglalkozásokat tartottak, és interaktív gyermekfoglalkozás keretein belül Círják Erika meséiből hallhattak a gyermekek. Népi fajátékokkal játszópark is várta az érdeklődőket. A rendezvényről Pus Adrien szervező nyilatkozott. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk a Völcségi Adventen, ez immáron már az 5. alkalommal kerül megrendezésre Bonyhádon. Most jelenleg pont a Swing Ladies együttest lehet hallani a színpadon. Számos programmal készültünk a ma estére, kültéren és beltéren is. Beltéren 3 órától kezdődött a kézműves foglalkozások 4 helyszínen. Itt van a Művelődési Központ mellett a Solymár Imre Városi Könyvtár, valamint a Völcségi Múzeum is. Fönt pedig az emeletünkön ringató foglalkozás volt Grászili Boglárkával, valamint most jelenleg éppen egy interaktív gyermekfoglalkozás zajlik, ami után gyakorlatilag mézes kalácsot tudnak majd díszíteni a gyerekek, egy adventi mesét fognak majd feldolgozni. Itt pedig kültéren folyamatosan 3 órától egészen este 7 óráig követik a fellépők egymást. Mai alkalommal már a zeneiskolások, bonyhádi zeneiskolások fölléptek, valamint most a Swing Ladies hallhatjuk. Egyébként a sort pedig a Csodavirág gyerekzenekar kezdte. Az együttest követik a modern tánc tagozatos növendékek, 6 órától pedig Serbán Attilát lehet hallani, és gyakorlatilag folyamatosan megyünk tovább ilyen adventi műsorokkal. A vásári forgatagban érdeklődtünk, milyen a hangulat. Nagyon jól érzem magam, mert szerintem ez a motoros felvonulás az eléggé meglepő volt az emberek számára, akik nem tudtak erről az egészről, de így összességében szerintem nagyon jó a hangulat, az embereknek úgy látom jó kedvük van, és ennyi. Vannak, akik nem csak a jó hangulat miatt jöttek ki. Főként azért jöttünk ki, mert a kislányom flashmobozik, és amiatt jöttünk ki, meg szeretnék nézni, hogy táncol. Igazából egyre több az árvus, és egyre több a látogató is, és igazából szerintem ez egy nagyon színvonalas rendezvénye Bonyhádnak. A város fénybe öltözött, és megmozdult, hogy együtt ünnepeljék az adventet. Nagyon színes volt a műsortár. Mindenki találhatott kedvére való. Barátok, ismerősök, családok jöttek ki a térre. A motoros felvonulás is nagy meglepetést okozott a Mikulások kíséretében. Az est folyamán a 3. gyertya is meggyulladt az adventi koszorún. A 3. gyertya jelentése az öröm, amiből nem volt hiány a mai napon. Mindenki karácsonya címmel tartottak ünnepet nagymányokon. A város megmozdult és együtt ünnepelték az adventet. A kulturális szervezők és az önkormányzat közös összefogásával készültek a programok. Sokoldalú műsorokból és foglalkozásokból lehetett választani. A piac téren nagyon színes választék volt a kézműves termékekből, de lángos büfével és italokkal is várták a sokaságot. Többféle édességből is lehetett választani. Forralt bor és tea melegítette a vendégeket. A tér megtelt együtt ünneplő idősekkel, fiatalokkal és gyermekekkel. A programok között megtalálható volt a bonyhádi rendőrök standja, ahol a bűnmegelőzésről adtak tanácsokat, és megtekinthették Velseci Edina Mackó világ kiállítását is. A jótékonykodás sem maradt el, erről is nyilatkozott Stíp Gáborné.
Az adventi rendezvénysorozatunknak ez a harmadik állomása. Az első adventi vásárnapon a Glückauf Egyesület tartott egy műsort, a másodikon a Székely Kör Egyesület, és ez a harmadik a városi, amikor is a városi rendezvényen, a Mindenki Karácsonyán vehetnek részt az érdeklődők. Kézműves vásár kíséri a rendezvényt, fellépett a Glückauf, a Székely Kör kórusa, az óvodások, most az iskolások szerepelnek éppen a hátam mögött, és még a maradék időben, a végén a csobánolást fogják előadni a Székely Kör tagjai, ami egy székely-betlehemi játék tulajdonképpen, és a sütivásár folyik a rendezvény ideje alatt, aminek a bevétele az óvodát fogja támogatni. Játékvásárlásra használják, meg egyebekre, amire szüksége van a gyerkőcöknek. A polgármester úr jóvoltából forralt bor és tea melegíti a fázós népeket, mert most már eléggé lehűlt az idő. Reméljük, hogy mindenki jól érzi magát, és egy kellemes délután tölthettünk együtt így advent harmadik vasárnapján. A fellépők között szerepelt a Glückauf Egyesület kórusa és a Nagymányoki Székelykör Egyesület népdalköre, akik nem csak énekeltek, hanem betlehemes történetet adtak elő. A gyermekek sem maradhattak ki, hisz az ő műsoraik emelik legjobban a karácsonyi hangulatot. A Nagymányoki Pittypank óvoda és bölcsöde óvodásai és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adta elő műsorait versek és énekek keretében. Állatosan érzem magam, mert hát itt van a két gyönyörű unokám, és a Zoé szerepel, tehát nagyon szép. Hát kicsit üvösebb az időjárás, de hát a tavalyitól sokkal jobb. Beszéltük itt az anyukákkal, tehát tavaly sokkal hűvösebb volt. A karácsony az mindig szép család ünnepe, és ez most így megható a gyerekek körében is, és a zene, a fények, tehát én nagyon szeretem a zenét. A közös ünneplés jól sikerült. Együtt ünnepelni a legjobb. Jó volt látni a csillogó szempárokat és a mosolyokat az arcokon. Mint minden évben, a 70 év feletti szépkorúak karácsonyi csomagot vehettek át a város önkormányzata jóvoltából. Este a városban is sor került az adventi koszorú harmadik gyertya meggyújtására, ami az örömöt jelképezi. Óvodások, szülők látogattak el a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola aulájába. A programon játékos formában ismerkedhettek meg a tanulás rejtelmeivel. Kísérleteztek, táncoltak, valamint egy feladványt is meg kellett oldaniuk. A bemutatkozó nap ünnepi hangulatban zajlott. Mesével kezdődött a 2024-2025-ös tanév beiskolázási program sorozata, amelyet a helyi iskola szervezett. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó eseményre sokan ellátogattak. Mai programunkra, nagy örömünkre igen sokan látogattak el, 45 érdeklődő óvodás érkezett hozzánk, nem csak Bonyhádról, de Váraljáról, Kisdorogról és a környező településekről is, emiatt pár perccel később is tudott elkezdődni a rendezvény, ami rendhagyó módon egy mesével kezdődött. Ezt a mesét a leendő elsős tanítónők írták, és ez egy üzenet is a részünkről, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy az óvodából érkező gyerekek még gyerekek, és nem szabad őket leterhelni nagy hirtelen, nem szabad őket a hatalmas követelmények elé állítani, hanem az a fontos, hogy inkább játékos formában sajátítsák el a tudást. Az intézmény vezetője fontosnak tartja a rendezvényt, mivel a leendő elsősök megismerkedhetnek az új tanítókkal.
Mese az egy eltűnt üveggolyóról szól, és az eltűnt üveggolyó kereséséhez kapcsolódnak a mai állomások. Három állomás van, mindegyik igen játékos. Az egyik egy ilyen táncos foglalkozás, akkor van egy olyan helyszín, ahol varázslathoz kapcsolódik a gyerekeknek a programja, és van egy helyszín, amelyiken játékos észfeladatok, fejtörők. Én úgy látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezeket az eseményeket, és minden állomáson szerezhetnek olyan jutalomgombokat, amit később a Mézikének nevezett bábúra el tudnak helyezni. Azért is tartom jónak ezt az eseményt, mert itt első alkalommal testközelből megismerkedhetnek a lehető leendő tanítónőkkel. Ők Geiszné Huger Mónika, Kál Martin Elvira, Fenyvesi Dóra és Molnár Izabella. Alapvetően kettő párt neveztünk meg, de természetesen, hogyha az érdeklődés olyan lesz, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy egy harmadik osztályt is elindítsunk a következő tanévben. Az adventhez vonatkozóan egy mézes kalácsot kaptak azok a gyerekek, akik sikeresen teljesítették az állomások feladatait. Az intézmény vezetője elmondta, a következő programot a farsang témakörében fogják megrendezni február 2-án. Az óvodások tavasszal, március 22-én bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, valamint a leendő tanítónök munkájába. Mackó világ címmel nyílt kiállítás a Nagymányoki Közművelődési Központban. Múltat megidéző kismedvék különböző hírességeket, meséket, valamint egyéniségeket illusztrálnak. Verseci Edina maszkókészítőnek vallja magát, fontos számára az egyéniség megjelenítése. Hagyományos régi technikákkal dolgozik, a maszkókat kézzel varja, szalmával, forgáccsal tölti meg. A kezdetekről, élményeiről számol be stábunknak. Több dolgot is szívesen kipróbálok, vagy nagyon szeretek alkotni, és régebben készítettem bábukat is, és így felfedeztem, hogy nagyon szeretném megtanulni a mackó készítést, és találtam egy rendkívül tehetséges mesternőt, akitől elsajátítottam így egy-két dolgot. Viszont ha az ember tényleg saját művész macikat szeretne, akkor nagyon fontos, hogy előbb-utóbb kidolgozd a saját szabás mintádat. Felfedeztem a Győrben minden évben megrendezett mackó és baba kiállítást, és nem volt sok önbizalmam azzal, hogy most én benevezzek egy ilyen kiállítás és versenyre, de a kolléganőim és barátaim nagyon bíztattak, hogy próbáld meg, és ott a kiállítás és a verseny úgy történik, hogy minden évben meghirdetnek egy adott témát. Például az egyik évben az volt, hogy színház az egész világ. És akkor így eszembe jutott ugye gyerekkorból a film Lilionfi, és akkor így megalkottam Lilionfit és Mariskát, mint medvéket. Egyik évben pedig volt egy olyan téma, hogy a könnyű zene hullámhosszán, és akkor pedig elkészítettem Freddie Mercuryt, mint mackót, amit lehet is látni a kiállításon. De nagyon sokszor kis dolgok inspirálnak, például találok valamit, egy apró dolgot, ami így beindít bennem valamit, hogy ó, ez akkor nagyon jó lenne egy tengerész mackóhoz, vagy egy Lili mackóhoz, aki első randira készül. Tehát nagyon sokszor kis, apró dolgok, amiket találok, vagy felfedezek, azok így inspirálnak. Mackóival már több országos versenyen vett részt, számos díjat és elismerést kapott. Aranyérmes lett a győri baba és mackó kiállításon.
A téli álomra készülő mackópárral ért el első helyezést. Pedagógusként örömmel tölti el a gyerekek szívmelengető visszajelzései. És ennek nagyon-nagyon örültem, mert minden évben benevezek a versenyre, és hát általában ilyen második helyezéseket szoktam elérni, és amikor most idén megkaptam, hogy végre aranyérmesek a mackóim, akkor az nagyon nagy büszkeséggel töltött el. Az iskolában szoktam mesélni a mackóimról, vagy megmutatni képeket, vagy be is viszem az iskolába őket. És például most a kiállításon látható egy kis matróz, egy mackó, és a dekorációt hozzá a harmadik osztályos tanulóktól kaptam, egy gyönyörű hajó, és nagyon büszkék, hogy most az ő hajójuk az osztályteremből ide került az én egyik mackómmal. Tehát igen, nagyon, és mindig kérdezik, hogy van már új mackó, vagy megmutatod, elhozod, tehát a gyerekek nagyon tudnak örülni neki. A számára legkedvesebb történetét is elmesélte stábunknak. A játszótéren voltunk a gyerekekkel, és az egyik kisfiú megkérdezte tőlem, hogy Edina néni, kérdeztetek valamit? Mondtam, hogy igen. Öntre hány? És mondom, de miért kérdezed, hogy öntre hány vagyok-e? Hát, mert a kézművesek, művészek, mint ön, meg én, azok általában nagyon trehányak. És mondtam neki, hogy talán te az alkotói káoszra gondolsz? És azt mondta, hogy hát úgy is lehet mondani, de anyukám csak trehányságnak hívja. Látom, hogy amit én szeretnék elérni az alkotásaimmal, az nem az, hogy én most el tudjam őket adni, és egy tömeggyártásba kezdek, hanem, hogy ha valaki ránéz ezekre a mackókra, akkor megtapasztalja a varást. Tehát, hogy felébresszem bennünk valamit a gyerekkorunkból, vagy ha nem is a gyerekkorunkból, abból a belső gyerekkori énből, ami ott van bennünk, az a kisgyerek, aki még rá tud csodálkozni dolgokra, aki még tud örülni a hónak, az apró örömöknek. És én ezt látom, hogy amikor felnőttek nézik a mackóimat, akkor megint gyerekké válnak egy kicsit. És nekem, tehát azt hiszem, hogy ez a cél, hogy örömet okozni, és hogy az emberek megint megtalálják azt a belső kis gyermeket önmagukban. Amikor a Judit felajánlotta ezt a lehetőséget a kiállításra, akkor én mondtam, hogy talán februárban, amikor a mackók jönnek ki a téli álomból, hogy akkor rendezzük meg, de ő nagyon szerette volna, hogyha ez karácsonykor történik, tehát ebben az időben, mert azt mondta, hogy ez olyan hangulatos lenne, hogy az advent és karácsony időszakban itt lennének a mackók, úgyhogy akkor én így beadtam a derekam. Egy mackóm van ott, aki a karácsonyra készülő mackó, a többiek pedig az élet minden színteréről érkeztek. A kiállítás január közepéig látogatható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!